Sziasztok, szervusztok, szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Let's Robin vagyok, és a Blizzard bejelentette a Gamescom-on, hogy jön a Diablo 4 második szezonja október 17-ével, ugye már az első szezonnél is elmondták, hogy eddig fog tartani, illetve hogy azonnal szünet nélkül indulni fog a másik, tehát ez nem egy meglepetés, viszont elhangzott, hogy ez a vámpírok és a blood köré, a vér köré fog majd épülni, mint tematika, úgyhogy nézzük is meg, hogy pontosan mit fog ez tartalmazni. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption but they were too late it changed them killed them brought them back hungry i have fought this plague a long time we need something different A survivor. With all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Jól láttam én, hogy az ott egy vizárd volt, meg ott volt előtte egy barbár is, ami ellenfél lesz, ergo az alapján, amit mondod, hogy, hogy föltámasztották ugye az elhunyt hősöket, és ilyen zombit csináltak belőlük, vagy vámpírt, vagy tudom is én, hogy most ezek mit akarnak lenni, hogy akkor lesznek olyan ellenfelek, vagy lehetséges, hogy fogunk találkozni olyan elit pakokkal, ahol mit tudom én mondjuk egy a klasszunknak megfelelő mirror zombi lesz majd az ellenfél? Az elég érdekes lenne. Meg ezzel tök jó fel lehetne rázni akár a PvP-t is, hogy a területen rómolnak ilyen, ilyen feltámasztott ellenfelek, akik az ott meghalt és legyőzött kosok például. Mondjuk akkor a Tons Barbárnak a, az újjáélet miniboss verziója az elég para lenne, de ettől függetlenül ez egy egész jó koncepció lehet. Igaz, ez csak egy spekuláció a részemről, de tekintve, hogy még semmit nem mutatott ez a trailer, ezért ez legalább valamilyen ötlethullámot elindított. And Them. kill them in the realm of darkness we are the beacon of light let our stakes pierce through the hearts of the damned for tonight we hunt Pat them ezen a nagyon valószínűtlen gondolatmeneten kívül, amivel ami szembe jött velünk, az azon kívül szerintem semmit nem adott ez a trailer. Kurva jó volt a vágás, a transition, ahogy az egyik kaszból a másikba át transformált így a, a kombat közepén, ez nagyon fluid volt és jó volt, de ez pusztán csak editing skill, semmi köze a játékhoz. Nem tudom, a Pecs a videó elején azért egy picit több mindent elhintett és elmondott, mint ez a trailer. Ebből azon kívül, hogy várhatóan hogy fog kinézni majd a, az új boss, meg azon kívül, hogy ilyen Blood Infuse ellenfeleink lesznek, semmit nem érzékelek, hogy adott volna. Ez a PvP-s vonal elképzelés, amit amit itt beszéltünk a videó közben, az érdekes lehet, de biztos vagyok benne, hogy ilyesmit nem fog csinálni a Blizzard. Egyrészt nagyon nehéz lenne balanszolni, másrészt valahogy nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen irányba elvinnék a játékot, de egy érdekes kis, kis adalék lenne, hogyha ilyen eventek lennének mindenhol, ahol a, az elmúlt egy órában elhunyt játékok, akit mondjuk megölt a boss, teszem azt az öt közül valamelyik, azokat így le lehetne ilyen world eventként győzni, mert visszahozza őket ilyen Vampír zombiként reménykedjünk benne, hogy lesz valami hasonló, mivel megspicizza a Blizzard ezt a játékot, mert egyelőre ez így nagyon karcsúnak tűnik, de még nem tudunk róla semmit, ez csak egy teaser, majd a kijön a patch, akkor megnézzük. A Hungarian heroes -a voltak olyan kedvesek, hogy teljes egészében lefordították nekünk a Blizzardos posztot, ezáltal aki esetleg szeretné jól átbogarászni részletesen, nem csak a mi elemzésünket meghallgatni róla, az nyugodtan menjen a leírásba található linkre, és csekkoljátok le, hogy van-e olyan dolog, amit mi nem érintünk, viszont nektek érdekes lehet ahhoz, hogy az elemzésem és a véleményem teljesen érthető legyen erről az egész seasonről, muszáj, hogy beszéljünk kicsit az elsőről is, hogy adnak milyen hatása volt az emberekre és az egész játékra. Így, hogyha ez nem érdekel és csak a nyers információra van szükséged, akkor a képernyőn látható timestamphez ugorj oda, és onnan már a season 2-ről fogunk csak beszélni. Úgyhogy a Season 1-nek szerintem egy nagyon-nagyon nagy hibája. Nem is az volt, hogy nincs benne elég content, nem is az volt, hogy igazából semmi értelme nincsen foglalkozni vele, ráadásul nem is egy igazi, megszokott Diablo Season, hiszen nem teljesen nulláról indultunk, hiszen egy csomó mindent áthoztunk példának okáért. OK a Renown Systemben összegyűjtött pontokat, az Altar of szóval nagyon-nagyon sok mindenünk volt, amit fullba át tudtunk hozni a seasonbe, így nem egy teljesen szűz karaktert játszottunk, ami a megszokott Diablo seasonöknek a lényege szokott lenni. A fő probléma az az volt, hogy túl korán indult el ez az egész. Olyan játékosok, akik kényelmesen család mellett, munka mellett leszeretnének ülni este, játszani egy két-három órát és felfedezni a játékot, azoknak nagyon-nagyon sok mindent rejteget a Diablo 4 világa, és van is benne kontent, amit tudnak csinálni. A játék a grindolásról szó lesz, mindenki tudja, ha végigjátszottuk a storyt, akkor utána kezdődhet az endgame, ami a lényege az ARPG-knek. A Diablo 4 nincs ez másképpen sem. Nyilván minden játékban is mindig lesznek olyanok, akik egy hét alatt kiütik a maximumot, legyőzik Uber Lilitet egy sattal, és utána már csak azzal fognak kísérletezni, hogy minél trollabb, meg minél lehetetlenebb bildekkel tegyék ezt meg. Nincs ezzel semmi baj, ez így van rendben. Viszont az, hogy a megjelenés után másfél hónapon belül elindult az első season a játékban, úgy, hogy én, aki kontentet készít a játékról, sem tudtam még kimaxolni egy karakteren sem minden lehetséges dolgot, amire szükség van, pedig tartalmadja gyártok belőle, az szerintem tökéletesen tükrözi, hogy ezt elkapkodta a Blizzard, és éppen ezért úgy gondolták, hogy mivel amúgy is elég hamar jön az egész, és nem csinálta meg még mindenki a kontentet, ebbe se kell túl sok tartalom. Kaptunk néhány darab gemet, amit az ékszerekbe tudunk rakni, és egy picivel erősebbek vagyunk, mint amúgy, és jó napot kívánok, lehet menni játszani. Majd erre most így augusztus közepén úgy, hogy közel két hónap van még megint csak a következő season indulásaig, elmondták, hogy jön a következő Season beharangozták, nagyon úgy tűnik, hogy próbálják fenntartani a figyelmet és az érdeklődést, és túl hamar lövik el a patronjaikat a Blizzardnál, ugyanis ez a Season 2 sem igazán tartalmaz túl sokkal többet, mint a Season 1 tartalmazott, Nézzük meg, hogy mi van benne pontosan. Ahogy az első seasonben is, itt is kapunk egy új questline-t, amivel el tudunk jutni a gondolom mostani főbosshoz, bár ezúttal nem egy darab, hanem öt darab überboss kapunk, amik le lehet majd győzni, és visszatérő elemekkel játszunk majd. Jönnek über Unique itemek, amik gondolom ilyen nagyon baszó, teljesen broken buffokat és értékeket fognak majd képviselni, ami tök jó és tök érdekes, hisz át tudja alakítani a bildeket, de a játékosoknak igazából nem erre volt szükségük. Azonban úgy néz ki, hogy valamennyire hallgat ránk a Blizzard, ugyanis bevezetésre kerül néhány olyan változtatás, ami quality of life changes, tehát ilyen minőségi fejlődés lesz, amikre nagyon nagy szükség van a sima, az Eternal módba és a Season módba is, ha már itt tartunk. A tárolás az minden egyes Diablo játékban katasztrofális, nem értem, hogy minek kell így erőltetni. A Diablo 3-ban megoldották azzal, hogy ha a Seasonnel összekötötték, és minden egyes Seasonbe, hogyha megcsináltad a Conquestet, ami ugye a Seasonal Journey, akkor egy olyan kaptál a Pet és a Portrait mellé, hogy plusz egy helyet kaphattál a ládádba, ami tök jó, hiszen én személy szerint is, és biztos vagyok benne, hogy még sokan vannak így, szeretitek rendszeresen tartani az itemjeiteket, és akár kasztokra, bildekre lebontani, úgyhogy minél több helyünk van, annál jobb, és nincs semmi értelme annak, hogy nincsen lehetőséged ezeket tárolni. Főleg, ha azzal kötöm össze, hogy a Diablo 4-ben imádja valamiért a Blizzard burnölni a goldodat fölösleges dolgokra, akkor nem értem, miért forszul arra, hogy lebontsam vagy eladjam őket, miért nem tárolhatom és állhat ott az ekonomia, ahol éppen van. De a Season of blood jön egy frissítés, mi szerint a gemeket, tehát az égköveket már nem kell tárolnunk a ládába, hanem automatikusan lesz nekik egy külön kis hely. Tudjátok, mint a régi RPG játékokban a kulcs csomó meg pouch meg hasonlók, amiben itt szépen berakod, és akkor ott el van, nem nem foglal helyet. Nem ez foglalja a legtöbb helyet, de igazából belegondolok, hogy két sorba foglalja el a helyeket, pár itemet pluszba el tudunk rakni, úgyhogy ártani semmiképpen sem fog. A paragon pontok, skill pontok, potion töltések és zobol kapacitás bővítés, amit Renaumból megszereztünk, ez mind tovább fog menni a season módba is, ha már egy karakterrel kiütöttük. A Season 1-nél be kellett loggolni az indulás előtt egy karakterünkkel, akivel ezt elértük. Feltételezem itt, mivel instant indulni fog, ezért úgy fog kinézni, hogy akivel a legtöbbet összeszedted, azért meg fogod kapni egy az egybe. Nem gondolom, hogy ez hátrány, igazából a fasznak sincsen kedve megint összeszedni az összes Altar of Lilith-et, csak azért, mert elindult a Season, hisz az egy nagyon-nagyon masszív buff mennyiséget ad, minden statból 64-et meg 4 darab Paragon pontot, az abból kapacit is növeli, de az senkit nem érdekel. Úgyhogy nem haszontalan, de valahogy a seasonnek a, az értékét, ami miatt seasonnel játszanánk, azt kiveszi belőle szerintem itt még nincsen részletezve, hogy hogyan, de a státusz effektek is változni fognak valamilyen módon, tehát a vulnerable, az overpower, a critical strike chance, az összes ilyen effektet valamilyen változtatás alá fogják venni a Blizzard. Ez nyilván még csak egy ízelítő, ami majd lesz a season, de később gondolom kapunk részletes megoldást. Feltételezem a buffokról is, amik majd érkeznek a season tematikához, hisz most is voltak malignant hártyaink a season 1 ben gondolom itt is lesz valami hasonló buffunk. Amit én el tudok képzelni az, hogy minden itemre valamilyen ilyen blood infused tudsz majd tenni, és akkor azoknak valamilyen plusz statja vagy képessége aspektje lesz akár. A koncepció érdekes, meglátjuk majd, hogy hogyan fog működni. Arra nagyon kénység, hogy milyen változtatásokat fognak majd ezekhez eszközölni, mert őszinte leszek, annyira nagyon nagy problémám nekem eddig nem volt velük, Megvan a saját mechanikájuk, hozzájuk tudod építeni a bildet, és ez alapján kell őket alkalmaznod. Nem tudom, hogy a communitynek milyen problémája volt vele, de ha valaki tudja, az írja meg nekem kommentbe, akár személyes tapasztalatot, akár amit a community-től visszajelzésként kaptatok akár csak az első szezonban ebben is úgy fog kinézni, hogy minden újdonság, ami bejön és maradni fog Eternálba is hosszú távon, az egyből elérhető lesz Eternálba is. Tehát az Uber Unique itemek, az új Unique itemek, az új aspektek, ezek mind bekerülnek Eternálba is. Ez megint egy olyan dolog, ami kettős érzést kelt bennem, mert ez alapján Tökre örülök, hogy az Eternal karaktereimnek a buildjét is át tudom alakítani, hiszen nem kell egyről százra felhúznom megint egy karaktert, mint Diablo 3-ban kellett tennem, ahhoz, hogy egy buildet kipróbálhassak, ha az újdonság viszont elveszi megint csak a seasonnek azt az egyetlen egy funkcióját, hogy lereszeteli az egészet és teljesen üresként elkezdheted újra. Nem tudom, hogy ennek örüljek vagy, vagy szomorú legyek miatta, minden esetre egy furcsa megközelítés a Blizzard oldaláról, Meglátjuk, hogy hogyan sül el hosszú távon, eddig nem áll jól a szénájuk. Fogunk kapni ugye 5 endgame boss amiről már beszéltünk, és ezek majd új challenge-ekkel visszajönnek. Most a Season 1 a vársen esetben, mint plusz boss, igazából érdekes mechanikája van, kicsit hasonlít az első Capstone Dungeon-nek a, a bosszára, hogyha a movesetjét nézem. Nem mondom, hogy nem volt jó érzés legyőzni, és nem mondom, hogy nem kihívásokkal teli a tr 4 es Uber verziója, de azért annyira nem voltam tőle elszállva. Arra kíváncsi vagyok, hogy ez az öt boss, ez uh, valamilyen skálán lesz majd rankolva, és egymás után következnek, vagy mint a world bossok így random lehet majd őket elérni, és mindegyiknek más lútja lesz esetleg más power lettőle lehet tőle megszerezni, és időszakos lesz, vagy lehet őket farmolni, szóval itt sok kérdés felmerül, ezt majd reméljük a következő pakkal már ki tudjuk deríteni, hogy mi lesz benne. Bár az alapján, hogy itt meg van jegyezve, hogy fókuszáltabban tudunk majd unique itemeket és uber unique itemeket farmolni, ezáltal arra következtetek, hogy valószínűleg mindegyik mindig elérhető lesz, és mint ahogy most uh, egy ilyen invoker kulcssal tudjuk megnyitni a dungeon végén a, az Überboss-t, valószínűleg itt is valami hasonló lesz, és akkor tudatosan tudunk majd haladni a felé az aspekt vagy buff felé, amit mi szeretnénk kiszedni az adott bossból. Ugye update fogják az Elemental Resistance rendszerét is, ami azt jelenti, hogy maga a rezisztancia, amit kapunk a bizonyos elemek ellen, az erősödni fog minden bizonyal, mert nagyon sokan jelezték, hogy rosszul vagy akár egyáltalán nem működik egy-egy itemen, meg egy-egy affixnél az Elemental Resistance. Remélhetőleg ez megoldásra kerül, mert ez egy fontos kor része a játéknak, legalábbis a kettőben az volt, a háromban már annyira nagyon nem volt érdekes, a négyben most ilyen szó, -szó vannak olyan helyek, ahova érdemes egy Elemental potion vinni magunkkal, mert akkor jobban ki fogjuk tudni szuszténelni magát a Nightmare dungeon de alapvetően nem éreztem még hiányát soha, hogyha nem volt nálam ilyesmi, vagy a gérem nem volt optimalizálva ez ellen. És ugye amellett, hogy a gemek külön fognak kerülni, még a search funkciót is belerakják majd, ami az eddigiekben mindig benne volt, nem is értem, hogy ebben hogy nem került bele. Most már fogunk tudni keresni fix itemre, vagy fix a fixra, vagy hasonlókra, hogy könnyebben ki tudjuk szűrni az itemet, ha keressük. Mondom, én személy szerint olyan vagyok, aki szereti ezeket rendben tartani, így nem hiszem, hogy nekem erre szükségem van, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan csak behányják az itemeket, és akkor azért ott jobb lesz keresni. Úgyhogy ezek lennének azok a dolgok, amiket már ismerünk a Diablo 4 második szezonjéről. Kaptunk hozzá egy jó kis announcement trailert, mint a Malignant Hártoknál is, mert egyelőre ez így nagyon karcsúnak tűnik, de még nem tudunk róla semmit, ez csak egy teaser, majd ha kijön a patch, akkor megnézzük. Úgyhogy ha arról nem szeretnétek lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Kövessétek a Hungarian Heroes oldalát a Diablo Magyarország csoportban Facebookon, illetve az oldalt nyugodtan rakjátok be kedvencek közé, mert folyamatosan fordítják és friss hírekkel mindig minden megtaláltok Diablo-val. Nagyon sok esetben, mint például a mai videóhoz is, azt használom én is forrásnak, úgyhogy mindenképpen érdemes őket egy követéssel támogatni. Én ennyi lettem volna mára, írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok a Diablo 4 második szízenjéről. Jobb lesz -e, mint az első, ugyanolyan lesz -e, mint az első, várjátok-e egyáltalán? Vagy senkit nem érdekel, mert mindenki baldurzgétezik. Úgyhogy én ennyi lettem volna mára, de közelebb egy újabb videóval találkozunk. Sziasztok!